Jó estét kívánok a 60 televízió nézőinek. A kommentár műsora ezen a héten a néphagyományok előtt tiszteleg. Tegnap láthatták Kronovetter Mártát, aki az óvodai nevelésről beszélt, mint autentikus nevelésről. Aztán a héten nyílik holnap 3-kor egy klassz kiállítás a 60-i Lajos Múzeumban, teljes mértékben néprajzi jelleggel, és jövő héten már a Népmese Fesztiválé lesz a pódium itt 60-ban a Grassalkovics Művelődési Házban, tehát a hagyományok tisztelete az most fókuszba került. Itt van velem Simon Tamás, a 60-i Lajos Múzeum néprajzosa. Szia Tamás! Szia Gábor! És akkor, mivel te voltál az egész megálmodója, azért arról nyugodtan beszélhetünk egyrészt, hogy mi a címe, nem én akartam ezt lelőni, másrészt pedig, hogy ez hónapokkal előtte azért már meg kell tervezni, és már volt egy néprajzi vonalú kiállításod a nagyteremben. Úgyhogy most így tömbösítsed az előzményeket, jó? És utána térjünk majd rá az, hogy mi lesz a holnapi nap. Most tömbösítsük, mi a címe, és honnan jött az ötlet. Így van. Nagy öröm számomra mindenképpen, hogy az utóbbi időben gyakran nyitunk néprajzi kiállításokat, néprajzi tárlatokat. Ahogy említetted, a vásáros kiállításunk az tavaly április óta van, illetve van egy pásztor kiállításunk most tavasztól őszig, Gyurkó Pálnak, Kelemen Györgynek állítunk emléket. És mivel területi múzeum vagyunk, ezért egy régebbi tartozást szerettünk volna leróni, vagy kipipálni, hogyha szabad így mondani, hogy legyen egy állandó néprajzi kiállításunk. És valóban nem úgy hónapokkal ezelőtt, hanem egy évvel ezelőtt indult el ennek a tervezése, mert pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alapnál egy kis támogatásra. Az összeg felét meg is kaptuk, és mindenképpen erre az új állandó néprajzi kiállításra szerettük volna fordítani, amelynek a címe Régiségünk, Örökségünk, 60 és térsége néprajzi emlékei, ez a kiállításnak a címe, és ez valóban holnap délután nyílik. Na és milyen nagyszerű, hogy te mondtad ki azt a mondatot, hogy ez egy állandó kiállítás. Van egy pár, de ennek most mégis adtok egy méltó helyet, és egyszer s mindenkorra örökösen megtekinthető. Nézzük akkor a gyűjtőmunkát. Így van, hát az állandó kiállítás ugye azt jelenti, hogy legalább 5 évig fönt kell tartani, ugye tavaly tavasszal a régész kolléganőmnek nyílt egy állandó kiállítása a római szarmata korból, szintén pályázat keretében sikerült megvalósítani. A gyűjtésre nagyon vissza kellene mennünk közel 50 évre, mert hogy a múzeumnak az egyik oszlopos gyűjteménye a néprajzi gyűjtemény, amit 1971-ben nyitottak meg, tehát 71 óta van folyamatos néprajzi gyűjtés, kisebb-nagyobb lendülettel, az utóbbi években kisebb lendülettel. Ennek nyilván anyagi korlátai is vannak, mert ugye hogyan tud egy tárgy, egy műtárgy bekerülni a múzeumba, vagy vásárlás útján, hát erre kevésbé van keretünk, vagy adományozás keretében, és ez pedig eléggé esetleges. De a 70-es, 80-as években nagyon erőteljes volt a néprajzi tárgyaknak a gyűjtése, köszönhető a korábbi igazgatóknak. Tehát a mai néprajzi anyag, a mai néprajzi gyűjtemény több mint 4000 tételt számlál, és az volt a cél, hogy a korábbi tematikus időszaki kiállításoktól eltérően próbáljunk egy nagyobb merítést adni, mindenképpen 60-i, 60 környéki vonatkozásban, illetve megmutatni olyan tárgy együttesekből néhány szebb darabot, ami nem kifejezetten 60-i vagy 60 környéki, azonban a 60-i Lajos Múzeum néprajzi gyűjteményének az anyagát képezi, és így igyekszünk összeállítani ezt a tárlatot. Ugye nyilván ne áruljuk el a látnivalót, mert akkor elveszük egy-két a varázsát. Egy-két gondolatot szerintem beszélhetünk róla. De azért megkérdezem tőled, mert ugye aki téged ismer, az tudja, hogy történelem tanár vagy. Tehát jártas vagy a múltban. Másik az, hogy elég autentikus vagy, tehát mindig, tehát öltözékben, amit képviselsz, ahogy ti éltek a feleségeddel, és ahogy ti követitek ezt a magyar népi vonulatot, ti e szerint is éltek. Nem nehéz kérdés, de ugyanakkor még sosem hallottuk a választ. Miért áll hozzád közel ennyire a néprajzi vonal? Miért érezted azt, hogy a történelemen belül ezt engeded magadhoz közel? Hogy ennyire bele tudod magad ásni? Ez egy nagyon jó kérdés. Én ezt még az egyetemi éveimre tenném vissza ennek a megválaszolását. Én történelem szakon indultam el a Pécsi Tudományegyetemen, és
hogy mi legyen a másik szak, amivel megtámogassam ezt, és nagyon sok szaktársam valami nyelvi irányba ment el, vagy valami természettudományos irányba, de engem mindig is érdekeltek ezek a népi hagyományok, az örökség, a régiség, a paraszti kultúra, és ahogy végeztem a két szakot egymással párhuzamosan, azt éreztem, hogy az egyik igazából nincs a másik nélkül. Tehát ahogy te is mondtad, hogy a népi kultúrát nem lehet a történelmi vonalatoktól kiragadva vizsgálni, mert nyilván az adott korszellemben élnek az emberek, és éppen az adott technikai körülményeknek megfelelően, a szellemiségnek megfelelően, de maga a történet, tudomány pedig egy ilyen nagyon száraz, nagyon elvont, nagyon embertelen műfaját tud válni, hogyha nem viszünk bele életet. És a néprajz tudomány az nagyon szép életet és színességet tud belevinni. És ez miért fontos nekem? Én azt gondolom, nagyon elcsépelt példával élve, hogy egy fának vannak gyökerei, a múltja, ahonnan a táplálékot, a tápanyagot fölveszi, hogy legyen egy erős, egészséges gyökere, és tudjon az ég felé törni a koronája. Nagyon elcsépelt hasonlat, de én azt gondolom, hogy ez az alap, és így kell élni az életünket, különben az a fa elsorvad, kiszárad, kidől, nem fejlődik ki, tehát maga az ember fizikai, biológiai lényként, és mentális, szellemi, energetikai lényként is. Nagyon szép megfogalmazás volt, és ezekben a viseletekben jól is érzed magad. Igen, otthonos. Bár nem vagyok minden nap így természetesen, de én úgy gondolom, hogyha valami olyan ünnepi alkalommal... De jó neve van, hogy viselet. Tehát ezt viselni igen, kell. Igen, így van, ehhez társul egy viselkedés, egy tartás, egy öntudat, egy jó érzésű öntudat, és azt gondolom, hogy mint az elején is, hogy meg kell különböztetnünk a hétköznapot az ünnepnaptól. Ez nagyon fontos. Hogyha lenne. Én bejövök ide hozzátok a tévébe beszélgetni, ez nem egy hétköznapi dolog számomra, ugye én nem ebben a körben mozgok, tehát ez számomra egy kiemelt esemény, egy ünnep. És ezt a meg kell tisztelni a nézőket, ez benneteket, szép gesztus. És azt, amiről beszélünk. És ugye Tomi, itt előbb utaltál rá, hogy azért egy pár kiállítási darabra rá tudunk fordulni. Azért örülök annak, hogy Magyarországon egyébként a fénykorát érik a skanzenek, tehát nagyon szépen igen, életre keltik. Igen, igen. Annyi sok mindent visszaad, akár még a nagyszülők világából is igen. Nekünk, de nagyon sok helyen látunk kézműves termékeket, nagyon jó ez a művészetek völgye, tehát sorolhatnánk azért igen. Magyarország ebben élni el, és ételek meg a pikáns dolgok, amiket ugye készítenek ezekben a csárdákban, még meg is tudják a kulináris élményeket fűszerezni. Igen. És te is gondolom, hogy így elkezdtél gondolkodni, hogy mi lehetne 5 évig az a sok-sok tárgy, amit úgy érdemes lenne polcra tenni, molinót csinálni hozzá, táblát készíteni, és akkor áruljunk el apró részleteket. Mi teljes körülön ne. Igen. Mindenképpen fontosnak tartom azt kiemelni, hogy 60-ról nem lehet egy tipikus néprajzi kiállítást összeállítani, mert hogy a vasút már 1867-ben ideért, a cukorgyárat már 1889-ben elindították. Tehát megint a történelmről beszélünk, amely alapvetően átalakította a 60-i társadalmat, a 60-i lakosságot, és nagyon gyorsan megtörtént a viseletnek az elengedése, ezt kivetkőzésnek hívjuk elsősorban férfiaknál, majd utána a nőknél is. Tehát egy nagyon klasszikus néprajzi tárlatot nehéz csinálni. Ugye itt vannak a környékbeli falvaink, Boldog, Tura, a Galgamente, Apc, Lőrinci, Zagyvaszántó, tehát nyilván onnan is merítünk, de mégis egy 60-i múzeum vagyunk, egy 60-i értéktár, a 60-i különlegességeket próbáljuk bemutatni és őrizni, az összes többi mellett természetesen. Tehát mindenképpen igyekeztem úgy válogatni, hogy legyen benne 60-i. És ahogy említettem, az iparosodás, iparosítás, polgárosodás már nagyon hamar ideért, hamar 19. század végén. Tehát kiválasztottam olyan iparos mestereket, akik alapvetően a népi dolgokhoz álltak közel, egy fazekas mester, egy mézes kalácsos, de mégis iparosként már polgáriasult életvitelszerűen dolgozott, de mégis
azok az agyagedények, azok a köcsögök, azok a szilkék, azok a mézes kalácsok, azok mégis a néphagyományt őrizték meg. Nagyon-nagyon fontos a 60-i fehér hímzés és a 60-i mennyasszonyi viselet, ezt is nyilván be kell mutatnunk. Illetve több olyan tárcsoportunk van, akár olajnyomatok, vagy a nagyon-nagyon híres hímzett feliratos falvédők, amiből közel 1000 darabot számlál a gyűjteményünk, és ezek alapvetően nem 60-iak, nem 60-i kötődésűek, de a mi 60-i múzeumunknak a gyűjteményét képezi, ezért mindenképpen meg kell mutatni belőle néhányat. Igyekszünk kicsit enteriőrösen is dolgozni, de kicsit tartva a múzeumi kereteket. Tehát van vitrín, meg életkép is van, tehát mindenképpen szeretnénk színesre venni ezt a kiállítást. Tehát mondhatjuk azt, hogy most egy nappal előtte te már nagyon úgy értékeled, hogy ami a fejedben megszületett, az ott realitássá vált. Így van. Azt mondom, hogy most már 90%-os az elkészültség és a felkészültség. Utolsó simítások vannak. Igen, és ez mindig, ugye ez már a többedik kiállítást, amit nyitunk az elmúlt időszakban, és ez nagyon érdekes, hogy van egy gondolat, van egy ötlet, van egy érzés, arról beszélünk, tehát kimondjuk, teremtjük a térben, és utána pedig cselekszünk, tehát elkezdjük összerakni a kiállítást, elkezdjük összegyűjteni azokat a tárgyakat, amik fontosak, akár a másik két kiállításból. Kellett egyébként válogatni? Kellett. Mindig kell, és nagyon-nagyon érdekes, hogy ebben a teremtési folyamatban itt van egy vezettetés, és nagyon sokszor van egy ötlet, és hogy elkezdünk dolgozni, itt kiemelném Nagy László gyűjteménykezelő kollégámat, aki nagyon sokat segít, nem csak nekem, hanem a többieknek is. Ugye a tárgyak mozgatásában, előkeresésében, a tablók felszerelésében nagyon jól egybe tudja látni a dolgokat, nagyon jó ötletei vannak, és folyamatosan születik, megszületik, újjászületik a kiállítás, és olyan szakrális elrendezést is tudunk csinálni, hogy férfi oldal, női oldal, egy kis mesterség, egy kis otthon, egy kis család, a férfi, a nap, aki teremt és megy a mezőre, és otthon a mennyasszony, a feleség, az anya, a háziasszony pedig, aki a kis otthont megteremti. Tehát azon a kiállítási téren belül még ezt is sikerült arányosítani, és erre egyáltalán nem gondoltunk akkor, amikor elkezdtük ezt összerakni, hanem ezt így született meg, hogy erre is tudtunk utána már figyelni. Tehát egy nagyon érdekes teremtési folyamat, egy kreativitás ez az egész. Úgy veszem ki a szavaidból, hogy akkor minden korosztály megtalálja a neki tetszőt, akár óvodáskortól. Így van, ugye? Természetesen. Tehát, hogy múzeumpedagógiai foglalkozások is lesznek így van, majd. Így van, természetesen. Most már indul a suli. Igen, természetesen. Tomi, akkor már a holnapi napról beszéljünk, tehát délután 3 óráról beszélünk, amikor várunk mindenkit szeretettel, hívunk, invitálunk mindenkit a múzeum falai belül, jó hűvös lesz, tehát érdemes, finom sört is lehet inni, de akkor hogyan épül fel ez a kiállítás? Megnyitó nyilván lesz, megnyitója, köszöntője, egyebek, akkor hogy kell ezt elképzelni délután 3-kor, holnap délután? Így van, délután 3-kor odafönt az emeleti kiállító tereknél, ami egykoron a múzeumpedagógiai foglalkoztató terem volt, azt választottuk ki, mert nagyon szép, boltozatos, tehát az épületnek az egyik legszebb belső tere tulajdonképpen. Nem is túl nagy, tehát nem akkora, mint a nagy termünk, de nem is picike, tehát szépen arányosan lehet dolgozni. Déli fekvésű, két kijárata, bejárata is van, tehát körbejárható, és valóban délután 3-kor kezdünk. Kocsis Istvánt kértük föl, egykori könyvtárigazgatót, a múzeum alapításánál is közreműködött, ő írta akkor alá Doktai Gyulának tulajdonképpen az akkori városi tanács, vagy városi bizottság nevében, hogy 60-ban nyíljon meg a múzeum 1969-ben, tehát abszolút egy autentikus személy, illetve Szinyei András alpolgármestert szoktuk természetesen fölkérni, az igazgató Kökény Ferenc úr is mond néhány szót, és akkor az ünnepi megnyitó köszöntők után pedig ugye szokásunkhoz híven egy rövid kurátori tárlatvezetést azt tartunk. Pedig azt pedig én fogom tartani. Így. Tamás, én úgy gondolom, hogy minden beletettél, amit bele lehetett. Ez az invitáló, ez most tényleg jó volt, mert hogy ma van a csütörtöki kommentárunk, és holnap délután már is lehet menni. Hát eredményes, szép kiállítást kívánok, és köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást.
Kedves nézőinknek pedig a figyelmet köszönöm. Legközelebb jövő héten kedden, szeptember 3-án várom Önöket új adással, amikor vendégünk lesz Váci Viktor, a MÁV Info sajtóügyeletese, aki elmondja a menetrendváltozások megindoklását a MÁV és a Volán közötti megegyezés szerint. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!